Ide fog költözni a nyíregyházi autóbuszjáratok telephelye. A tervek szerint 2020-tól a Korányi Frigyes út helyett az Arany János Kollégium és a Bencs László szakiskola melletti területen fogják tárolni és szervizelni a helyi közlekedés járműveit. Ez a város úgynevezett integrált közlekedésfejlesztési operatív programjának a része, amelyben a beruházásra az eredeti 5 milliárd forint helyett egy támogatási szerződés módosítása után már 7 milliárd forint áll rendelkezésre. Azt is tudni kell, hogy ebben a projektben, amit Nyíregyháza önkormányzata valósít meg, kizárólag a helyi közlekedési buszoknak a telephelyeit, tehát a helyi közlekedés, ez 75-80 darab busz jelent teljes egészében. A Korányi úti telephelyen lévő buszpark a sokkal nagyobb ennél, hiszen az egész megyének a helyközi járatokban szolgáló buszokat is ott tárolják, az egész megyének a kapacitásának a tárolása ott történik. Az új telephelyen kialakítanak egy olyan speciális töltőállomást, amellyel a hamarosan érkező új, sűrített gázzal működő autóbuszok is tölthetőek lesznek. A töltőállomás kiépítésére azért van szükség, mert az IKOP segítségével összesen 41 darab, 5 csuklós és 36 szóló, úgynevezett CNG busz nyert el a város. Ezek azonban eddig nem állhattak forgalomba, mivel a legközelebbi töltőállomás Miskolcon volt. Itt Kelet-Magyarországon, az országban is viszonylag kevés, hogy 8-10 ilyen töltőállomás található. Ez egy teljesen új technológia, ez a CNG. Igazából azt mondhatom, hogy ez a engedélyeztetési folyamatban is érdekesség volt, hiszen itt például, hogy Hajdú-Bihar megyéhez tartozik egy része a szakhatóságoknak, ott például az első ilyen engedélyt adták ki. Podlovics Roland hozzátette, a projekt közép- és hosszú távú tervei közt szerepel, hogy ne csak a helyi autóbuszok használhassák a töltőállomást, hanem akár magánszemélyek is.